Hello, sziasztok, sziasztok, Keeper vagyok, üdv a csatornán, amint látjátok, sorsolás lesz. Ki fogjuk sorsolni az 1000 feliratkozós nyereményjátékban szereplő nyereményeket. Ugye az volt a kritérium, hogy fel kell, hogy iratkozz a csatornára, meg ráadásul kellett egyet kommentelni az alá a videó alá. Nos, itt vannak azok az emberek, akik teljesítették ezt a két kritériumot. Nagyon lassan megmutatom, végigpörgetem azért, hogy mindenki meg tudja nézni, hogy ott van-e a neve. Elvileg ott van, meg többször ellenőrizem ezeket a listákat, úgyhogy valószínűleg, hogy nem lesz benn baki. Úgy. Oké, sorba. Na, elvileg itt van mindenki. Nyomok egy Ctrl-alt, ugye azzal kijelöltem mindenkit, és akkor nyomunk egy másolást. És átmegyünk a random.org-ra, ahogy itt beillesztem ebbe a listába. És ugye az fog történni, hogyha megnyomom ezt a randomize gombot, vagyis ezt az összekeverés gombot, ezt itt látjátok, hogy véletlenszerű sorrendben állítja ezt a listát. Az a lényeg, hogy legelőször kisorsoljuk mondjuk a billentyűzetet, oké? Első az lesz a billentyűzet, és hogyha azt kisorsoltuk, azt fogja nyerni értelemszerűen, aki az első lesz a listába. És ha azt kisorsoltuk, utána azt fogjuk csinálni, hogy visszajövünk ugyanerre az oldalra, és akkor ki fogjuk sorsolni a 7 Days to Die-t is, oké? Okay? Jó lesz ez így? Szerintem így tökéletes. Nem egyszer akarom kisorsolni mind a kettőt, hanem így külön-külön. Na, akkor nyomjunk egy rá szerintem, és nézzük meg, hogy ki nyerte a billentyűzetet. Ó, és Dobos Dominik lett az első, aki megnyerte a billentyűzetet. Fel fogom venni vele a kapcsolatot, és akkor el fogom juttatni. A videó végén nézd meg, hogy lesz ez a kapcsolatfelvétel. Dobos Dominik, köszönöm szépen, hogy részt vettél, és gratulálok a nyerteseknek. Egyébként itt végigpörgetek, meg tudjátok nézni, hogy igazából 91-en jelentkeztetek, és biztos vagyok benne, hogy itt van mindenki. Na, akkor nyomjunk egy beket, és akkor nézzük meg, hogy ki lesz a 7 Days to Die. Valamire rá sikerült rákattolnom pillanat. Na, oké. Itt van még mindenki ugye a listában. És akkor nyomjuk a randomized-t, és akkor nézzük meg, hogy ki lesz a 7 Days to Die. Doppergés. Ó, és Motkány a neve annak, aki megnyerte a 7 Days to Die-t. Mufasa Present is nagyon közel volt. És itt, igen, itt látjátok, végigpörgetem, meg tudjátok nézni mindenkinek a nevét, hogy mennyire volt közel a nyereményhez. Gratulálok neked is, Mutkány, a nyereményedhez. Remélem, hogy örülsz neki. Azt hozzá akartam tenni, hogy esetleg, ha neked ez a játék megvan, és nem tartasz rá igény, akkor írd meg, hogy felajánlod el másnak, vagy pedig, hogy mi legyen annak a sorsa, oké? Okay? Hogy ugye más is akkor részesedjen belőle, gondolom, hogyha megvan neked, akkor sok hasznát nem vennéd. Na, akkor gyorsan elmondanám, hogy hogy lesz ez a nyeremény eljuttatás. Egy nagyon egyszerű, ez a videó alá a nyertesek írjanak egy kommentet, persze más is írhat, de a nyertesek is írjanak, és akkor itt fogom felvenni, YouTube-on fogom felvenni veletek a kapcsolatot. Ez azért csinálom, hogy nem Facebookon, meg nem máshol, mert igazából akárki mondhatja, hogy ő a Motkány. Az a lényeg, hogy itt vesszük fel a kapcsolatot egymással, oké? Okay. Na, akkor igazából ennyi is volt a videó, gratulálok a nyerteseknek, köszönöm szépen, hogy itt vagytok, remélem, hogy maradtok is, és természetesen nem ez volt az utolsó nyereményjáték. Sziasztok!